A sátrak, baráti társaságok és bográcsok tengerében az érdeklődő közönség is megtalálhatta a számára kedves szórakozást. Kirakodó vásárpóni lovaglás, katonai toborzás és színpadi műsorok várták az érdeklődőket a nap folyamán. A főzőversenyen pedig mindegy 30 csapat mérettette meg magát, de sor került a legjobb pálinkák mustrájára, valamint kiderült az is, hogy ki bírja legjobban a csilit. A mai napon ismereteim szerint közel 40 csapat jelentkezett a kakasfőző versenyre. Örülök annak, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend egyrészt a kakaskultusz, másrészt a gasztronómiai élvezetek ilyen jellegű közös megnyilvánulása. Örülök annak, hogy jó napot kívánok, örülök annak, hogy mindezeken túl pedig népes számban vannak itt meghívott vendégeink, a katonai toborzástól kezdve a kamarai vendégek, és engedjék meg, hogy mindenkit ne soroljak, mert valószínű valaki ki fogok hagyni. Lényeg az, hogy a gasztronómiai rendezvényen túl egyéb programokra is lehetőség van, és amellett a kis csatornán túl pedig, hogy láthatják sokféle árus és mindennemű egyéb pozitív tartalommal bíró lehetőség, program lehetőség is rendelkezésre áll. A gyerekeknek arcfestéstől kezdve különböző játékok és minden egyéb más. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálja a nap folyamán azt a kedves, kellemes programot, ami miatt jött, amivel emlékezetes lesz ez a nap, és még el ne felejtsem mondani, hogy mindeközben a mai nap eseményi sorozatából valószínűleg, aki a tanulmányozta a meghívót, láthatta, hogy a gasztronómiai rendezvény közepette pálinka verseny is lebonyításra kerül, második Nimród pálinka verseny is közben folyamatban van, illetve egyéb színes programok is fogják a délután folyamán a kulturális események közepette a színesíteni a programsorozatot. A rendezvény nevének eredetéről kérdésünkre elmondta, szeretek volna olyan gasztro tematikájú programot indítani, ami a környéken még nincs. A jó kakas pörkölt titka, hogy darabokban fogyasszuk és darabokban főzzük meg a szárnyast, valamint figyeljünk a hozzávalók arányára, vagy a Berec Lajos Zsinka. A rutinos helyi főzőmestertől megtudtuk, hogy korábban 19 alkalommal volt baráti társaságából verbuválódó csapatával a Karcagi Birka Főzőfesztiválon, ahol számtalan alkalommal ért el sikereket. A baptista tevékeny szeretett misszió sátránál a finom illatok mellett más program lehetőség is várta az arra járót, vérnyomás méréssel, vércukorszint méréssel, kézműves foglalkozással, csőrögefánkkal és házi barack lekvárral is készült a csapat. A kundérban pedig baromfi rotyogott.